van egy ilyen viszonylag szép antik szekrény az egyik helyiségben a házban, és ott van sok minden, ami eszembe juttathatná, de azért raktam az üveg ajtó belülre egy függönyt. Tehát, hogyha elmegyek mellette, ki kell nyitni, hogyha valamit meg akarok ott nézni. Tehát igazából, hogyha ezt tettem volna kapitányként, vagy akár játékosként, később edzőként, kapitányként, akkor ez az egyenes út ahhoz, hogy többször ne nyerjél. És azért én még fiatal ember vagyok, én nekem még vannak terveim, tehát én előre nézek, nem pedig hátra. Erre mindjárt visszatérünk. Ez nagyon lényeges. És a másik, hogy az életem valahogy rendszeresen olyan fejezeteket produkált, amelyeknek a lezárása volt szükséges, hogy a következő jól működjön. Uh-huh. És ezt a kapitányi időszakot is már elég rég lezártam, 12-ben, és most már ugye 20 van. Én arra a fél mondatodra szeretnék visszatérni, most ebbe én akarom belemagyarázni, hogy esetleg valami konkrét edzősködéssel kapcsolatos terved van, vagy... Nem figyeltél a mondatom nem, összes igen, részén, ez azért mondom, hogy... Mert volt egy olyan, hogy lezárok. Az a kapitányságot mondtad, arra figyeltem igen, nagyon. Igen. Nem, de én nekem komoly elképzeléseim vannak arról, hogy a vízilabda sokkal élvezhetőbbé váljék. És azzal, hogy pillanatnyilag ilyen-olyan funkciókat folyamatosan fölváltva kapok a finálban, és hallgatnak is rám, a legkülönbözőbb olyan dolgokra lenne szüksége, hogy ugye elindultunk jó irányba, hogy a gólvonal bíráskodása van már a fontos mérkőzéseknek. Ez egy eszköz, ami úgy... utólagos ellenőrzés mentén megállapítja, hogy a labda bent volt, vagy nem, és nincsenek további viták. Ugyanúgy a challenge bevezetése, ami egy játékvezetői vélt hiba esetében egy edzőnek rendelkezésre állna, nyilván ki kell dolgozni, hogy hogyan. A leglényegesebb, hogy a 80 éves fina vízilabda szabályt átírni az aktuális. És erre van hajlandóság? Hát ez folyamatban van. Na, tök jó. Fukuokában, azaz jövőre, a VB-n lett volna aktív, csak miután a VB is csúszik egy évet, miután az olimpia csúszik egy évet, akkor lesz én ennek a bizottságnak is a tagja vagyok, ez nyilván csak addig dolgozik, ameddig ezt megcsinálja. Sokkal rövidebb, sokkal egyértelműbb, és tényleges segítséget ad a szurkolónak, hogy a bíró mit miért ítélt, mert most a 80 évvel ezelőtti szabályok alkalmazhatatlanok, tehát amiket ítélnek, azt tudják a játékosok, az edzők, a spóró szerelmesei, de más átlag sportszerető nem érti. Pláne nem érti, ha elolvassa a szabályt, akkor még rosszabb. Ezért most abba próbálunk. Tehát azt gondolom, hogy én még sok mindenben tudok segíteni magának a sportnak, hogy rengeteg örömet kaptam, és ez a dolgom. DNS-nek a zsenialitása az, hogy a szó szerint a kemény magot azt meg tudta tartani, megtalálta három olimpián keresztül, és egymás után tudtak nyerni. Én egy dologba tudtam volna neki tanácsot adni, de szerintem azt mindenki, hogy van egy játékos, aki nélkülözhetetlen, és ez Benedek Tibi. De amikor az utolsó csoportmeccsnek vége lett, jöttek ugye a kikimeccsek, ott volt egy csapat voltunk a nyolc között, akik ugye neki fognak a negyeddöntőknek, és a Tibit megkérdeztek, és ezt utólag láttam, és azt mondta, ugye két csoportvereséget követően, hogy lehet itt bármi, ez a csapat, ez egy csapat, és ez egységes fog maradni. Ugye elég sok kritika érte a csapatot a két vereség miatt, hát mind a kettő ilyen szoros mérkőzésen, de nyilván az ember nem akar kikapni. De lehet, hogy jót tett, mert lehet, hogy nekünk adott egy ilyen, olyan lökést, hogy hát azért ennél azért jobbak vagyunk, és akkor most megmutatjuk, és talán jobbkor mutattuk meg, hogy az utolsó három meccsen mutattuk meg, nem pedig az első ötön.